nem tudtuk eldönteni, mi legyen igazából. 27 különböző nőről szól a dal. Igen, de hogy kicsit így igényeljék magunknak ilyen dicsőséget, nem tudom. Az emlékszem, ilyen, tehát nem, végül egyébként a Mike és Noel közösen írták ennek a dalnak a szövegét, de hogy az emlékszem, amikor csináltuk egy lemezt, még előtte nem tudom, akkor mondtam, hogy tökre kéne, és az poszterból egyébként még ők ketten, és főleg Mike, aztán egyébként, de ketten írtak a szövegeket, és sosem írtam szöveget. De egyszerűen emlékszem, mondtam, hogy tökre kéne Karen Carpenterről. Egyébként nem tudom, hogy vágjátok egy Carpenters nevű zenekart, aki 70-es években ilyen nagyon nagy sztárak voltak Amerikában, és tudja, hogy ismertek legalább két ilyen Carpenters számot, de biztos, tehát neki azt gondolja, hogy nem az is. És nem fogom elénekelni, mert nem tudom, hogy hol vannak egyébként a számom, de tudja, hogy ismertek. És Karen Carpenter volt a Carpentersnek az énekesnője, aki egyébként mellesleg hát a kurő dobos is volt. És aztán valamikor 80-as évek elején talán, nem tudom, akkor anorexiában halt meg. 83. februárra, hogy a szöveg pedig benne van. Igen, bocs. És még azt gondoltam, hogy ez ilyen tök, amellett, hogy persze nyilván az emberi tragédia, de hogy igazából ez tökre ilyen sztori, amit így ami dalszöveget kívánok, kerek átlattalnak a története. Úgyhogy ezt bedobtam, hogy legyen egy ilyen róla szóló dal. Aztán nem tudom, részben benne van biztos ő is, de biztos benne van más is. Igen, alapvetően Holy Golightról indult a dal, aztán 27 ezredik hallgatása, mert nem tudod, hogy kiről szól a dal. Szóval Karen! Thank you.
your time.